14 tűzoltó vehetett át bizonyítványt január 18-án a Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelem irányítása alá tartozó komáromi kiképzőbázison. A 10. alapfokú tűzoltó szakképzés záróünnepségét Szomba Péter tűzoltó ezredes megyei katasztrófavédelmi igazgató is megtisztelte. A 4 hónapig tartó képzésről Erdély István alezredes, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgató helyettese beszélt. Elméleti és gyakorlati képzésben vettek részt. Az elméleti képzés ugye a különböző hatályos jogszabályok intézkedéseket foglalta össze, illetve a szakmájukhoz, a napi munkavégzésükhez szükséges gyakorlati ismereteket sajátították el, amit napi szinten gyakorolnak majd. Majd emellett különböző sportfizikai állóképesség is fejlesztésre került, valamint alaki kiképzés a Magyar Honvédség tatai laktanyája részéről. Az igazgató helyettes azt is elmondta, utoljára a 90-es évek elején volt a kiképző bázison előjáró. 91-ben volt előjáró, azt megelőzzem, pont jó magam kaptam itt diplomát a katasztrófavédelmi oktatási kiképző részéről. Ennek a jogerős szervezet a Tűzoltó Kiképző Intézet volt, és ez egy külső helyszíne volt, külső épület, és ahogy itt az igazgató helyettes az intézmény részéről elmondta, korábban ők oktattak itt, bevonva a megyéből, a szomszédos megyékből oktatókat. Jelenleg is így történt, és most a mai naptól kezdve szintén, ami most indul 11. számú szakképző tanfolyam, úgy szintén innen a megyéből, az igazgatóságról és a szomszédos megyék tűzoltóságai igazgatóságainak munkatársai vesznek részt, és fejlesztik a munkatársak napi képzését. A tanfolyam legjobban végzett résztvevője a komáromi Kockás Zoltán lett. Már kicsi korom óta érdekelt ez a szakma engem, ugye nem a nagy piros autók, és volt rá lehetőség jelentkezni a tűzoltóságra itt Komáromban, és sikerült felvételt kapnom, és így felvettek a tűzoltósághoz. Bizonyítvány átvétele után mi történik egy ifjú tűzoltóval? Hát most ugyanúgy megyünk 24 órás szolgálatba, és majd, ha letelik a 1 éves próbaidő, utána állandósítanak. A kiképzésre Komárom, Esztergom és Győr-Moson Sopron megyéből is érkeztek fiatal tűzoltók. Nekik a bizonyítványt Szomba Péter megyei igazgató adta át. A frissen végzett tűzoltók nevében Benke István Roland hadnagy beszélt. Előjáróink és parancsnokaink, valamint az oktatók a szakmai felkészítés mellett magatartásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a tűzoltóság megbecsült és büszke tagjai lehessünk. A tanfolyam alatt, ez alatt a 4 hónap alatt egy nagyon fontos dolog alakult még ki közöttünk, életre szóló barátságok, ismerettségek és munkakapcsolatok alakultak ki. Úgy érzem, hogy minden tűzoltó társam nevében szólok, amikor azt mondom, hogy büszke lehetek arra, hogy ide tartozom, hogy tűzoltó lehetek. Szomba Péter megyei igazgató pohárköszöntő közben szólította meg az ifjú tűzoltógárdát. Én azt kívánom önöknek, hogy 21 év múlva az itt jelenlévők közül valaki bezárhassa ezt a tanfolyamot, és az éppen őrmesteri vagy hadnagyi pályáját megkezdve vagy folytatva haladjon előre a rangvétrán, haladjon előre a beosztásokban, vigye sikerre azt az elképzelést, ami mellett úgy döntött, hogy tűzoltó lesz, és kérem önöket, igenis legyenek büszkék arra, hogy a tűzoltókhoz tartoznak, még akkor is, ha mostanában itt az átszervezés kapcsán úgymond nehéz időket élünk, de én bízom abban, hogy ez az átszervezés elvezet majd egy könnyen átlátható, egységes rendvédelmi szervhez, amelynek önök lehetnek majd a tagjai. Az ünnepséget Dirici Miklós, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgató helyettese jó kívánságaival zárta. Önök egy nagyon szép szakmának a kezdetén járnak. Tulajdonképpen az első olyan megméletetésen vannak túl a szakmai vizsgával, ami az elindulást jelenti. Ha én oktatási szempontból nézem, akkor önök előtt még nagyon sok olyan speciális felkészítés áll, illetve vár önökre, amivel azon a bizonyos ranglétán, amit igazgató említett, tovább tudnak haladni.